The Asan shakes to keep the time. A call that sounds in holy ears. We dance until our guest appears. Well, that didn't do anything. Oh boy. I was wrong. Nos, úgy tűnik, hogy az indie fejlesztők végre valahára eljutottak oda, hogy a multidézős retro feelinget nem csak a tonna számra öntött pixelpornó kalandokkal kívánják folyton elérni, hanem egyre többször jelentkeznek kézzel rajzolt alkotásokkal is. Méghozzá nem is rosszakkal. A hónap elején ugye megérkezett a Crown and Pounds, ami szépen betölti a Tunguska széria jó évtizedes hiánya okozta űrt a lelkünkben, most pedig itt van nekünk a Voodoo Detektív, ami teljesen olyan, mintha az első játékos készítői összegyúrmázták volna a Broken Sword misztikus történetmesélését a Monkey Island tropikus hangulatával és agyament feladványaival. És még a kinézete is tök olyan, mintha 1996 körül felfüggesztették volna a fejlesztését, és most rátalálva egy poros fiókban gyorsan kiadták volna. A játék története az 1930-as évek elején játszódik egy képzeletbeli szigeten Zóvangán, aminek a lakói valaha a vodú isteneit imádták, de manapság lecserélték őket a zöld hasú Az elmúlt tizenakárhány évben a helyi vállalkozásokat ellehetetlenítették a külföldi nagyvállalatok, így sorban nyílt meg a nyugati típusú szálloda, étterem, bolt és a többi és a többi. Mindez a sziget leggazdagabb lakójának, Viktor Fontülnek, meg a helyi bank tehetős vezetőjének köszönhető. Ide, a mindezek ellenére továbbra is egészen idili szigetre költözik a testvére invitálására Voodoo detektív, aki annyira magányomozók, mint a példánya, hogy még a neve is megegyezik a választott szakmájával. Mint minden valamire való jó noir történetben, a detektív munkát némi mágiával megtámogató Mr. Detektív, itt is az irodájában üldögélve mulatja az időt, amikor nyílik az ajtó és megjelenik a végzet asszonya Mary Fontú személyében. A nő előadja, hogy nem nemrégiben amnéziája lett csak úgy a semmiből, és szeretné, ha a nyomozó kiderítené, hogy ki is ő valójában, mert meg van győződve róla, hogy például soha az életben nem menne hozzá egy olyan alakhoz, mint a férje. Hősünk persze a könnyű pénzszerzési lehetőség reményében és az asszony bájos mosolyától elcsábulva elvállalja az ügyet. Innentől kezdve pedig rajtunk múlik méri és Zóvanga sorsa is. A Vodú detektív játékmenet szempontjából nem csak szépen követi a point and klasszikusok legszebb hagyományait, hanem teszi ezt mindvégig roppant szórakoztatóan. Azt kell mondanom, hogy évek óta nem élveztem ennyire egy ilyen alkotást, ami ízig vérig minden porcikájában csupán egy szimpla kalandjáték, és ami nem próbálja meg felforgatni a stílust valamilyen qt vel vagy szerepjátékos elemekkel. Ugyanis a jó 7-8 órányi sztori alatt nincs más dolgunk, mint zsebre vágni minden mozdíthatónak tűnő dolgot, lyukat beszélnünk a szereplők hasába, meg 28-szor körbejárni az elérhető helyeket, mert fogalmuk sincs, hogy mit kellene tenni a továbbjutás érdekében. Bár a Monkey Island 2 híret májmos csavárkulcsának a szintjére nem süllyedtek le a fejlesztők, azért fontos kiemelni, hogy némelyik fejtörő, hát eléggé nyakatekertre sikeredett. Ez talán úgy hangzott, mintha panaszkodnék, pedig egyáltalán nem. Kifejezetten jó élmény, amikor végre megfejtjük a továbbjutás kulcsát. Egyetlen problémám volt ezzel, hogy nem éreztem kiegyensúlyozva a dolgot. Az első három órában annyira szépen lehet előre haladni, egyszer-kétszer megtorpálma csak, hogy túlzásnak éreztem a végére hirtelen benehezedő feladványokat. Ebben az sem nagyon segített, hogy bekerült egy kifejezetten egyszerű helprendszer, ha rákaptintunk Mr. Detektívre, elmondja, hogy mit is kéne csinálni. Mármint, hogy mi lenne az elérni kívánt eredmény. Ezt annyira tágan teszi, hogy akár azt is megismételhetné, hogy meg kell fejtenem méri múltját. Sőt, egyszer még be is bugosodott, mert arra utalgatott, miképpen gyújthatnék tüzet, pedig már rég ott lobogtak a lángok a zsebében, amit biztosan azbeszből vartak. Ezt azért elnéztem és betudtam a megjelenés előtti tesz példány hibájának. A roppant hagyományos játékmenet mellé kifejezetten kellemes grafikát kapunk, ami ugyanúgy kézzel rajzolt, mint a 90-es évek klasszikusai. De nem csak szemkápráztató, rájfszímszerű látvány tesz elénk, hanem az animáció stílusával, a felhasznált színpalettával és talán valami filtert is használva teljesen olyan hatást ért el, mintha egy sosem látott régi új Broken Sword lenne, csak nem 640x480-ban odarítjentve a monitorra, hanem Full HD-ban. Az audio szekció is minőségi, a szinkronban neves sorozat színészeket vagy olyan veteránokat hallhatunk, akik között adódik, aki például a Mass Effect-ben kölcsönözte a hangját egy fontosabb karakternek. A zenék pedig egyszerűen fenomenálisak. A korszakból adódóan igen hangulatos jazz -szerzeményeket hallhatunk, amit néhol vidámabb, néhol komorabb hangvitelő, nagyzenekari szerzemények is megfűszereznek, a tipikus trópusi hangulatú dallamokról már nem is beszélve. A muzsikák két leginkább két olyan név felel, akiket nem nagyon kell bemutatni senkinek sem. Peter McConnell, akinek a Monkey island kezdve a tavalyi Psychonauts 2-ig rengeteg fülbe mászó szerzeményt köszönhetünk, a másik pedig Jared Emerson Johnson, aki a Telltale házi zeneszerzőjeként több mint 50 kaladnak írta a felejthetetlen dallamait. Egy történetorientált, humoros játéknál természetesen fontos összetevő a sztori és a benne elsütött viccek minősége. Az előbbi boncolgatását direkt kerülöm az alapokon kívül, mert kifejezetten érdekes és jól összerakott lett, amit mindenkinek érdemes magának felfedeznie, mert így kiváló hajtóerőként szolgál az izzasztó fejtörőknél. A humora meg… hát nagyon érdekes egy állatfaj. Elsőre azt hittem, hogy fullban lesz nyomva a kreténség benne, de szerencsére csak az elején volt olyan nagyobb ökörködés. Később inkább vicces szituációkat, mókás szóvicceket láthatunk, mint sem olcsó képi humort. Ami szintén kissé furcsán hatott, hogy ahogy haladunk előre és tudunk meg minél többet méri múltjáról, úgy kopik ki a humorfaktor, és így eléggé komor dolgok is előfordulnak úgy körülbelül az ötödik óra után. Na de jöjjön akkor a fő kérdés, hogy érdemes-e behúzni a Voodoo detektívet a Steam fiókunkba, és nyomába érheti -e a nagy klasszikusoknak? Szerintem mindkét kérdésre igen a válasz. Ez a kaland, így ahogy van, ugyanennyire szórakoztató lett volna 25 éve, ahogyan most is az. Gyönyörű a grafikája, érdekes a története, bár a vodú mitológiában előforduló durvább, horrorisztikus dolgokban azért nem nagyon merül el, Kellően agyatekertek a feladványai, kellemes a humora, zseniális a zenei anyaga, és pont annyi ideig köt le, ami teljesen jó a mai kolosszus méretű játékok között. Én még azt is kimerem jelenteni, hogy játszva bekerülhetne az elmúlt évek top 5 pointen en -click játékai közé. Remélhetőleg a fejlesztőktől sok hasonlót láthatunk majd még, és nem lépnek hosszú távon a dödülik útjára. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett nyomjátok rá egy lájkot, like és ha már játszottatok a játékkal, kommentben esetleg írjátok meg, hogy nektek mennyire jött be a Budu Detektív. Találkozunk a következő alkalommal, sziasztok!